Dante Gabriel Rossetti festménye, a Beata Beatrix két nő történetéről mesél egyszerre. Az egyikük egy irodalmi alak, a kora reneszánsz költő Dante eszményi szerelme Beatrice, a másik pedig Elizabeth Siddal, aki a preraffaeliták legkeresettebb modellje, Rossetti múzsája és később a felesége, és ő maga is művész volt. A festményen látható motívumok egyszerre utalnak mindkettejük halálára. A festmény jobb oldalán Dante alakja nézi a vörös ruhás, szerelmet megtestesítő alakot, aki Beatrice pislákoló életének lángját tartja a kezében. A háttérben a Ponte Vecchio elmosódott pillérjei jelennek meg, és egy napóra is található a festményen, ez Beatrice halálának dátumára utal. Elizabeth Siddal halálának körülményei csak utalásszerűen jelennek meg a festményen. Egy vörös színű galamb egy mákvirágot ejt a nő kezébe. Ez a mákvirág utal az ópiumtartalmú laudánumra, ennek a szernek a túladagolásában halt meg Elizabeth Siddal. Nem a halál pillanata jelenik meg, hanem extázisba révedve látjuk a nő alakot, szeme félig lehúnyva, szája nyitva. Gulácsi Lajos festményének címe Extázis, azonban az extázis itt nem a halállal összefüggésben, hanem egy másfajta átlényegülés a szerelemmel összefüggésben jelenik meg. A képen egy fiatal, szenvedélyesen ölelkező pár jelenik meg, akik szinte a térből és az időből kilépve feledkeznek egymásba. A festmény meleg, barnás tónusai és a lágy körvonalak, a puha festésmód ugyanazt az álomszerű, kicsit látomásos képi világot hozza, amit Rossetti festménye is. A férfi és a nő bensőséges kapcsolata Gulácsi festményeinek visszatérő témája, több alkotásán is megjelenik a fiatal pár, a szerelmes pár, ám ezeknek az alakoknak többnyire a preraffaelitákkal ellentétben nincsen valós modellje. Kert, mint helyszín, szintén gyakran jelenik meg Gulácsi alkotásain. Ezen a festményen is hulló virágszirmok között látjuk a párt, ami az ember és a természet elválaszthatatlan egységnek a jelképe.